Jó reggelt kívánok, köszöntjük Önöket, én Zavaros Eszter vagyok, ez pedig a Napindító. Kezdjük műsorunkat. Itt ül már a stúdióban Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, akit sok szeretettel köszöntök. Kezdjük. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. És Gannár Barna külpolitikai szerkesztő kollégám, jó reggelt. Jó reggelt, én is köszöntöm a nézőket. Kezdjük ezzel a jelmondattal, hogy Ukrajna védelme az Európa védelme. Ugye ez nem először került terítékre, ez a jelmondat, ami tulajdonképpen valahol egyfajta kampánybeszéd is lehet Ukrajna mellett és Ukrajna támogatása mellett, de mennyire lehet Ukrajna védelme, Európa védelme? Hát ezt a mondatot elég sokan mondták, most utoljára svéd külügyminiszter. Minden tiszteletem a svédeké, a mondat nem igaz. Egy, senki nem kérte fel Ukrajnát, hogy védje Európát. Kettő, az ukrán háború nem Európa háborúja Oroszországgal szemben. Három, nagyon nehéz, mert egy háborúban nyilván kell jó jelszavakat adni. Ez egy nagyon jó jelszó, hogy megvédjük Európát, és ezt Ukrajna csinálja. Rendkívül gyakran halljuk ezt amerikai vezető politikusok részéről is. Nem igaz. Senki nem kérte föl, senki nem határozta ezt meg. Ha ez igaz lenne, a NATO-nak közbe kéne avatkozni, ha ez igaz lenne, harmadik világháborút kellene vívni. Ezt a ukrán propaganda terjeszti mindenütt. Rengeteg ukrán vezető járja állandóan a világot, mindent kér ingyen, és ugyanezt hangsúlyozza, hogy védik Európát a nagy orosz fenevaddal szembe, nem igaz a mondat. Pedig ténylegesen elhangzott, és gyakorlatilag ez annyira nem az első, ilyen nem először hangzik ez el, hogy gyakorlatilag a háború kitörése óta ez folyamatosan politikai szlogen. És ugye az a legfontosabb eleme ennek, hogyha Ukrajna nincsen ott, nem áll Európa és Oroszország között, akkor Oroszország következő célpontja az vagy Lengyelország lesz, vagy a balti államok, és ez mindenképpen így lesz. Sőt, ugye napokkal ezelőtt beszélgettünk ebben a stúdióban arról, hogy akár harmadik világháború is kitörhet, ugye ezt különböző politikusok és elemzők mondták. Valójában mekkora az esély annak, hogy Oroszország megtámadja Európát, akár kelet-európai államokat? Nagyon csúnya választ adok, nulla. Nincs értelme. Én pár nappal ezelőtt adtam le a Kennedy könyvet. Jövőre megjelenik. És Kennedy azt mondja, hogy Szovjetunió akkor nem tudja megtámadni Európát, mert ha elfoglalná, nem tudná élelmezni. Ma a NATO hagyományos fegyveres erői Európában sokkal erősebbek, mint az oroszok. Szó nincs arról, a orosz politika olyan, amilyen, de reál politika. Tökéletesen tudják azt, hogy amit mondanak, hogy egy Lengyelország vagy balti államok elleni támadás azonnali NATO 5. cikkelye alapján harmadik világháborút jelentene. Senki nem akar meghalni. Ezt mindenki tudja. Tavaly február 24-én elkezdődött a háború. Én annak idején elmondtam, elmondom újra. Annak idején a CIA azt jelezte a szövetségesek felé, felénk is, hogy ez a háború néhány napig fog tartani. Az orosz hírszerzés azt jelezte a világ felé, hogy ez a háború, ahogy a krími háború 2014-ben néhány napig fog tartani. Nem akarják az oroszok elfoglalni Európát, mert ennek nincs realitása. Tehát máshogy fogalmazva, ez lehet egy kiváló szlogen. A ukrán propaganda ezt állandóan felhasználja. Ettől ebből még egy kuk nem igaz, tehát erről lehet beszélni, de értelmetlen. Ha megnézem az orosz hadsereget, nincs abban a helyzetből, hogy elfoglalja Európát, atomeszközökkel igen, de azt úgy hívnák megint, hogy harmadik világháború. Jelenleg az ukrán vezetés, amerre jár, mindenütt ezt mondja. Én mindig elmondtam, kaptam érte támadásokat, hogy ezt a háborút Oroszország kezdte el, de Ukrajna provokálta ki. Mindenütt elmondtam, hogy amit Ukrajnának adunk, annak kb. 30%-át lopják el azonnal. Emiatt is kaptam támadásokat, zárójel. Ha valaki megnézi az amerikai képviselőház üléseit, állandóan elmondják, hogy amit odaadunk, annak jelentős részét ellopják. A nyugati fegyverek föltűntek a közel- és közép-keleten, Észak-Afrikába, a gázai térségbe, Európába. Tehát sokkal összetettebb a helyzet, mint gondolták. Érdekes, az amerikai képviselőház döntéseit már ilyen értelemben nem kritizálja a sajtó. Máshogy fogalmazva, ma az, hogy az oroszok betörnek Európába, ennek nincs realitása, se katonailag, se politikailag, értelmetlen az egész. Ettől még erről lehet beszélni, és a ukrán vezetés állandóan erről beszél. Több szempontból is visszaszámlálásban van az orosz-ukrán háború, nem csak azért, mert Ukrajnának mély pontja van már, ami a külföldi katonai támogatásoknak az összértékét illeti, de az Amerikai Egyesült Államoknak is a büdzséje tulajdonképpen most már visszaszámlálásban van, hiszen már nem végtelenek ezek a tartalékok. Hát gyakorlatilag annyit kell látni, hogy amit tavaly február 24-e óta Ukrajnának adtunk, annak jelentős része, nem merem azt, hogy kidobott pénzben, ez csúnya,
nem arra használták fel, amire kérték. Gyakorlatilag ott tartunk, hogy ma a világ fegyverkészleteinek, nyugati világ jelentős részét odaadta Ukrajnának. Mi volt a ukrán cél? A vilniuszi NATO csúcsi katonai sikereket elérni, nem érték el. Körben két hetente ukrán államfő naponta kérde egy nyilatkozatot. Két héttel ezelőtt azt mondta az államfő, hogy napi 500-tól 1000 métert kell az ukrán csapatoknak előre menni. Egy lépés nem mentek előre. Szembe került egymással látványosan az ukrán politikai és katonai vezetés. A vezérkar bejelentette, hogy ez a hadsereg támadásra képtelen. Ukrán államfő bejelentette, hogy támadni fognak. A vezérkar bejelentette, hogy védelemre kell berendezkedni. Államfő azt mondta, hogy támadnak. Ettől kezdve az egész ukrán propaganda azt mondja, hogy orosz propaganda az, hogy viták vannak, semmilyen vita nincs. Hát aki egy kicsit odafigyel, látja, hogy megint nem mondanak igazat, mondhatom csúnyában, szokás szerint hazudnak. Tehát azt kell látni, hogy ma Ukrajnában semmi nem stimmel. Németek azt mondták, adnak idén 4, jövőre 8 milliárd eurót. Bejelentették egy hete, hogy nem tudnak adni. Néhány kis ország azt mondja, hogy támogatja Ukrajnát, de a pénzek kezdenek kifogyni. Egyesült Államok. Óriási viták vannak az USA-ba Ukrajna jövőbeni támogatásáról. Más mondanak a demokraták és a republikánusok. A Zelenszky rémálma az, hogy jövőre győznek a republikánusok, mert attól kezdve amerikai támogatás abszolút mértékben lecsökken, majd elapad. Tehát látszik, hogy rengeteg dolog nem stimmel. A Zelenszky ugyanazt mondja, amit eddig. Nem tudták áttörni a frontokat, Putyin elszigetelése nem ment végbe, Putyin most elkezdett különböző országba elutazni, tehát látszik az, hogy amit a nyugat meghirdetett célként tavaly február 24-el, az nem jött be. Lesz elég nyugati fegyver? Hogyan látja, hogy F-16-osokat kértek például, vagy akár más vadászgépeket is? A Európa és az Egyesült Államok tudja biztosítani, amellett is, hogy gyakorlatilag minden hónapban egyszer-egyszer elhangzik, hogy fegyvergyárakat fogunk Ukrajnában is építeni. Sőt, elhangzott az, hogy jövőtől kezdve a Rheinmetall már kész páncélosokat tud Ukrajnába kibocsájtani. Lesz elég fegyver? Nyilvánvalóan ez csökkenő tendenciát mutat, és a fegyverek mennyiségének csökkenése azt jelenti, hogy a ukrán lehetőségek lecsökkennek. Tanár úr, muszáj folytatnunk, elmegyünk egy pár perc szünetre. Sporthírek lesznek, időjárás, de folytatjuk a napindítóval és Nógrádi Györgyel, tartsanak velünk. Köszöntjük Önöket továbbra is, ez itt a napindító, folytatjuk műsorunkat, ahogy már 7:30-kor is mondtam, itt van velünk Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő, akit sok szeretettel köszöntök ismét itt a stúdióban, itt van velünk Annár Barna, külpolitikai szerkesztő kollégám. Érkezik majd hozzánk Magyarics Tamás, Amerika szakértő, akivel az amerikai helyzetről fogunk beszélni, mégpedig azért, mert közeleg az amerikai elnökválasztás, de érkezik majd hozzánk Bídló Gábor, a Buda Gabona ügyvezetője. Vele arról fogunk beszélgetni például, hogy miért kiemelt fontos Magyarországnak a szuverenitása, már ami a Gabona kérdést illeti, és kikapcsolunk Dunda Györgyhöz Kárpátaljára, aki ismét mozgósításos videót fog nekünk bemutatni. Folytassuk műsorunkat, de most először lássuk háborús összeállításunkat. Újabb katonai sikerekről számolt be az orosz védelmi minisztérium. A tárca közlése szerint több száz ukrán katona esett el vagy sebesült meg egy nap alatt a fronton. Eközben az Egyesült Államok kongresszusa továbbra sem szavazta meg Kijev további katonai és pénzügyi támogatását. A brit külügyminiszter arra kérte az amerikai törvényhozás mindkét házát, hogy minél hamarabb fogadja el az újabb Kijevnek szánt csomagot. Légvédelmi gépágyút telepítenek az ukrán katonák Kijev közelébe. Azzal számolnak, hogy az oroszok ismét rakétákkal és drónokkal fogják támadni a fővárost. A föderáció azonban elsősorban az ország keleti és déli részén hajtott végre légicsapásokat. Találatért egy hőerőművet is, ezért a lakosságot az áramfogyasztás csökkentésére kért az ukrán energetikai minisztérium. Az orosz védelmi tárca eközben ismét arról számolt be, hogy a hadsereg az elmúlt 24 órában a frontvonal 6 pontján verte vissza a kijevi kormányerők támadásait, a harcokban pedig több mint 400 ukrán katona esett el vagy sebesült meg. Sikerekről számolt be az orosz külső hírszerző szolgálat igazgatója is, igaz ő más szempontból. Szergej Narishkin azt mondta, Kijev szövetségesei és a nyugati politikusok képtelenek legyőzni a föderációt, ezért a konfliktus elnyújtásában érdekeltek. A kémfőnök szerint azonban ezzel egy második Afganisztánnál teszik Ukrajnát. A harcokkal kapcsolatban megszólalt a Kreml szóvivője is.
Dmitrij Peszkov szerint az Egyesült Államok démonizálja Moszkvát. Joe Biden amerikai elnök ugyanis azt állította, hogy Ukrajna veresége esetén fegyveres összecsapás alakulhat ki Oroszország és a NATO között. Őszintén sajnáljuk, hogy ezt a szomorú gyakorlatot alkalmazza Washington. Bízunk benne, hogy a kongresszusban továbbra is akadnak józan politikusok, akik értik, hogy semmi másról, csak démonizálásról van szó, közölte hangüzenetében Dmitrij Peszkov. Putyin elnök szóvivője úgy fogalmazott, Washington kijelentéseinek az a célja, hogy folytatódjon az amerikai adófizetők pénzének eltüzelése az ukrajnai háború kohójában. Az Egyesült Államok nem reagált Peszkov szavaira, ennek egyik oka, hogy a kongresszus továbbra sem hagyta jóvá Ukrajna további támogatását. A brit miniszterelnök ugyanakkor sürgette Washingtont, hogy fogadja el a Kijevnek szánt csomagot. Amennyiben megszavaznák ezt a paktumot, és tegyék ezt bármilyen úton vagy módon a kongresszusban, akkor az óriási lendületet adna a többi európai országnak is, hogy segítsék Ukrajnát, mondta David Cameron. A politikus megegyezte továbbá azt is, hogy a gazdasági és katonai támogatást tekintve Európa mostanra kétszer annyit tesz Ukrajnáért, mint az Egyesült Államok. Az ENSZ közgyűlésében ugye 22 arab állam amellett van, hogy fegyverszünetet kéne tartani, viszont az USA és Izrael gyakorlatilag megtorpedozta ezt a javaslat sorozatot. Miért lehetséges ez? Igen, a tűzszüneti megállapodás Gázában egy nagyon-nagyon fontos ügy, ugye hát Ukrajna után a gázai övezet a téma. Nagyon fontos, mert rengeteg civil van olyan területeken, amelyeken hadi események zajlanak jelen pillanatban is, annak ellenére, hogy Izrael folyamatosan felszólítja a civil lakosságot, hogy hagyják el ezeket a területeket, létrehoztak evakuációs zónákat, ahogy arról beszélgettünk a héten, folyamatosak a szórólapozások, próbálnak telefonüzeneteket küldeni mindenfelé, aztán felhívásokat tesznek közzé az interneten, térképet készítettek, a térképen bejelölik azokat a területeket, hogy hol fognak támadni, ugye ennek a kettősségéről is beszéltünk a héten, hogy hát vagy igaz, vagy nem, hát előre nem árulja el a hadsereg sem nyilván, hogy hova fog lőni, mert akkor onnan elmenekül az ellenség, vagy védelmi dolgokat tesz, hogy megvédje saját magát, vagy az állásait. Bocsánat. Tehát sok mindent tesznek a civilekért, de mégiscsak ugye ez nagyon-nagyon fontos dolog, és nyilvánvalóan az arab államok azok a palesztin ügy mellé sorakoznak föl, és így vagy úgy, de hát nyilván az ENSZ közgyűlésében a szavazatukkal ezt fogják támogatni, és ugye ezt a támogatást erről Nógrádi tanár úrra, miután visszajöttem, a Letfaltól fogunk is majd beszélgetni egy kicsit később, hogy hogyan is néz ki az ENSZ közgyűlés és ez az egész támogatás. De most először megmutatom, hogy mi történt az elmúlt 24 órában. Milyen fontosabb események történtek a gázai övezetben először. Mindjárt mutatjuk a gázai térképet, amelyet szoktunk, íme itt lesz mindjárt mellettem. Az övezetet frissítettük, illetve azokat az adatokat, amelyek alapján elkészítettük. Ugye kékkel jelöltük azokat a területeket, amelyeket az izraeli hadsereg már elfoglalt és behatolt gázai övezetbe. Az északi oldalon is nőtt a területek nagysága. Ezt a kettőt emelném itt ki egymás mellett. Azért emelem ki, mert ott azon a részen, ahol látják azt a zöld karikát, ott már lassan-lassan összezáródik ez a gyűrű, gyakorlatilag nincsen a kettő között már túl sok terület. Ha összezáródik, amúgy is körbe van véve ez a terület, de hát akkor leszűkül ez a belső, nevezzük belvárosi résznek, amely Gáza város környékén van, ugye Jabalia, ahol menekülttábor is volt ezen a ponton, nagyon fontos helyszíne. A másik nagyon fontos helyszín jelen pillanatban Han Yunis, amely a déli oldalon van, és az izraeli hadsereg ugye megkezdte a behatolást a város egyrészt az északi részén, másrészt pedig magában a városban, ugye a legfontosabb hírek arról szóltak, hogy ebben a városban, mint a déli részen már városi harcok folynak, és egy viszonylagos gyors előrehaladást mutat jelen pillanatban az izraeli hadsereg, folyamatosak a harcok, és emellett természetesen tüzérséggel támogatják, és a bombázások is folyamatosak a településen. Ugye ezeket éri a legnagyobb kritika, ugyanis egy bombatalálat ugye lerombol házakat, épületeket, és ez alatt valószínűleg igen sok áldozat maradt ott, nem csak itt Han Yunisnál, amit láthattak az előbb, hanem Gáza városban is. Ezek pedig a legfrissebb képek a térségből. Gázát láthatjuk, hatalmas robbanások kíséretében
ez a tegnapi felvételek, láthatjuk, hogy nagyon nagy, nagyon heves támadások zajlottak itt. Mindezek mellett Izraelbe, Izrael irányába is folytak támadások. A Hamas 12 rakétával támadta Be'er Sheva települést. A fegyveresek indító állásai a Rafahi humanitárius zónától nem messze voltak, egy ENSZ létesítmény közelében. Ugye ez megint azt erősíti azt az izraeli álláspontot, hogy civil létesítmények, most már meg ENSZ létesítmények közelébe helyezik el a Hamas terroristái azokat az eszközöket, amelyekkel támadásokat indítanak, és a civilek mögé bújnak el. Ugye a gázai egészségügyi minisztérium adatai alapján egyébként már ugye több mint 16 ezer halálos áldozata van ennek a harcnak, ezek polgári áldozatokról beszélnek, aztán van még körülbelül 43 ezer fő sebesült is, ezek az Hamas, illetve a gázai palesztin adatok. Az izraeli adatok szerint majdnem 90 izraeli katona halt már meg a támadásokban. Aztán a gázai övezetet ellenőrző Hamas radikális palesztin szervezet több tucatnyi fegyverese adta meg magát az észak-gázai Jabalia közelében. Ugye ilyen nagyszámú kapituláláson nem nagyon érkezett hír, hogy ilyen nagyszám, tehát 12 ember egyszerre megadja magát, nem érkezett hír, most ezt megerősítették. Aztán a humanitárius dolgokról még egy kicsit, az ENSZ szóvivője, gázai szóvivője megerősítette és arra figyelmeztetett, hogy a tél miatt az övezetben jelentősen megnő az igény ruhára, takaróra, és elmondta, hogy a Gázába bejutó segélyek ennek az igénynek csak töredékét teszik ki. Ugye egy nap, vagy elmúlt 24 órában körülbelül 60 segélyszállító kamion érkezett az a gázai övezetbe, ami rendkívül kis szám tulajdonképpen, tehát az igényekhez képest 2,2 millió emberről van szó, akinek a 80%-a elhagyta már az otthonát, és sátrakban élnek, vagy egyéb összetákolt viskókban, szóval 60 kamionnal valószínűleg nem lehet az ő igényeiket kielégíteni. Erre utal az is, hogy az amerikai külügyminiszter is, illetve Joe Biden is azt mondta, hogy nagyon kell óvni a civilek életét, és kifejezetten azt az offenzívával kapcsolatban azt a kritikát mondták, kiemelték, hogy hatalmas résztátunk Izrael civilek védelmére tett ígéretei és a szárazföldi harc során történtek között, ugye ez amerikai kritika egészen pontosan, és akkor még pár szót Ukrajnáról is kellene mondanom. Az ukrán erők nemrég ellentámadásba rendültek Bakhmut és Avdiivka környékén. Ezek két nagyon-nagyon fontos pontja ennek az ukrán háborúnak, így a térkép itt van mellettem, és ezt ugye meg is tudom mutatni. Ezt a két részt, ugye Bakhmut és Avdiivka környékéről beszélünk, és van egy hír is ezzel kapcsolatban, egy orosz hírportál szerint az orosz csapatok parancsot kaptak arra, hogy december 14-ig, amikor Vlagyimir Putyin orosz elnök az idei esztendő utolsó sajtótájékoztatóját kapja, minden áron foglalják el a Donyecki területen lévő Avdiivka települést. Itt gyakorlatilag a háború kezdete óta zajlanak a harcok, és akkor még egy apróság, ugye hőerőművet ért találat az elmúlt 24 órában, és az áramfogyasztás csökkentésére szólított fel Ukrajnában az energetikai minisztérium, és azt kérték, hogy este 7 és reggel 9 óra közötti időszakban fontos lenne a lakossági áramfogyasztás csökkentése. Hát innen folytatjuk Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel. Pár dolgot mondtam, még sorolhattam volna valószínűleg az apróbb híreket, támadásokat és mindenfélét. Maradjunk Ukrajnáról. Okay. Ugye az előző adásnak a végén az ukrán fegyverigényekkel fejeztük be, és igazából innen folytatnám a beszélgetést. Arról kezdtünk el beszélgetni, hogy milyen fegyvereket kért Ukrajna ahhoz, hogy fent tudja tartani ezt a bizonyos frontot, és az orosz offenzíva, amely elindult, annak ellenére, hogy egyébként ukrán offenzívára is beszélhetünk egy-két helyszínen, elinduló orosz offenzívát azért meg kellene állítani valahoz, mire van szüksége Ukrajnának ahhoz jelen pillanatban, hogy a télen meg tudja állítani az esetleges orosz offenzívát. Kezdjük az elején. Elsősorban emberre. Nem véletlen, hogy néhány NATO ország vezető azt mondta, hogy jó lenne, ha NATO erők mennének oda. Elnézést, ez ostobaság, ez harmadik világháború. Annyit látni kell, hogy Ukrajnából aki tud elmenekül, senki nem akar a fronton meghalni. Rengeteg a felszólítás. Felszólítják a nyugaton lévő ukrán férfiakat, hogy vagy jöjjenek haza, vagy a háború után lecsukják őket. Ez megint butaság. Háború után ez a vezetés nem lesz valószínűleg már sehol. Fegyver. Egyet látni kell, ma az orosz fegyverek a fronton
általában 3:1-hez mennyiségi és minőségi fölény mutatnak. Tehát lehet még oda küldeni X Leopard 2-es harckocsit, X Leopard 1-es Gepárdot, F-16-osokat, ez ahhoz, hogy a front alapvető helyzetét megváltoztassa, nem elégséges. Ukrajna ma már a legmodernebb amerikai fegyvereket kéri, amit az USA nyilvánvalóan nem fog odaadni, egy, nem tudják kezelni, kettő, ha orosz kézre kerül, az a orosz hírszerzésnek lenne egy óriási előnye. Tehát látszik az, hogy a mai helyzetben az ukrán politikai vezetés elszakadt a realitásoktól, és amiket követel, az már a nyugat számára is sok. Itt elhangzott az, hogy Európa mennyi támogatást ad. Igen, mert az USA lecsökkentette. Mit mond az amerikai kongresszus? Megadjuk Ukrajnának a támogatást, ha pénzt kapunk ahhoz, hogy az Egyesült Államok déli-mexikói határát lezárjuk, hogy ne jöhessen be több menekült az amerikai Egyesült Államok területére. Ez mindmáig nem történt meg. Na most a brit külügyminiszter, a volt miniszterelnök azt mond, amit akar, ez az amerikai politikai döntéshozókat abszolút nem befolyásolja. De látszik azt, hogy a világ is ezekben a kérdésekben megosztott. Ha már egyébként Nagy-Britanniáról van szó, ugye december 11-én meg fog alakulni egy Ukrajnát támogató koalíció Londonban. Nem érzem, vagy nem jól gondolom azt, hogy ez valamilyen fajta látszat intézkedés egyébként a nyugat részéről, akár ez? De, annyi látszik, és önnek igaza van, hogy jó pár ország támogatja továbbra is Ukrajnát. A koalíció létrehozásában két ország működött együtt, Nagy-Britannia és Norvégia. Látszik az, hogy jó pár ország abból indul ki, hogy Ukrajna léte az ő neki garanciát jelent. Melyek azok az országok, amelyek kőkeményen kiállnak Ukrajna mellett? Európában Nagy-Britannia, Lengyelország, skandinávok, baltiak, pont vége. Eljutottunk oda, hogy a bolgár államfő letiltotta az Ukrajnának menő újabb fegyverszállításokat. Tehát Európa ebben a kérdésben is megosztott, meglátjuk, hogy mi lesz. Az, hogy Londonban létrehoznak egy ilyen testületet, ez nyilván egy rendkívül látványos látszatintézkedés. Ukrajna gratulálni fog, Zelenszky videóüzenetet küld, hogy üdvözli az hős brit népet, de ettől a lényeg nem változik. Ezt a háborút ma csak amerikai támogatással lehet fenntartani. Európa önmagába erre nem képes, plusz ez Európa versenyképességét tovább csökkenti. Még a fegyvereknél maradva, hogyan teljesítenek a nyugati fegyverek a ukrán-keleti fronton, ez a kérdésem egyik része. A másik, ehhez hozzátenném azt, hogy van egyfajta mennyiségi hadviselés, ami igazából nagyon sokat számít, mert az orosz mennyiségi fölény miatt valószínűleg a nyugati fegyverek teljesítményét nem látjuk reálisan. Több dolgot mondott. Egy, a fő probléma az, hogy ezeket a fegyvereket kezelni kéne. Ukránokat gyors talpalóval készítik föl ezen fegyverek kezelésére, jelentős részük erre alkalmatlan. Kettő, az egyik legismertebb német tábornok azt mondta 4-5 nappal ezelőtt, volt német vezérkari főnök, hivatalosan generálinspektornak hívják a vezérkari főnököt, aki a NATO katonai bizottság elnöke volt, hogy ma Ukrajna ezt a háborút nem tudja megnyerni, bármi történik, olyan létszámkülönbségek vannak Ukrajna és Oroszország közt, a fegyveres erők közt, a fegyveres erők különböző részei közt, hogy ez lehetetlen. Ukrajna most kéri a legmodernebb amerikai harci gépeket, oké, de mire a pilótákat ezekre kiképezik, addigra egy új helyzet lesz. Nem véletlen, hogy önök idehívták most az ország egyik legjobb USA szakértőjét. Miért? Mert novemberben amerikai elnökválasztás lesz, és a választás következménye alapvetően megváltozhat feltételes mód az Egyesült Államok Ukrajnával szembe folytatott eddigi szövetségi politikája. Tehát Ukrajna állandóan ugyanazt a narratívát mondja el naponta x-szer, és a világ egy része elnézést ezt megeszi, egy része nem. Nagyon-nagyon érdekes a mai ukrán helyzet, itt csak fegyverszünet lehetséges, tél van, egyelőre egyik fél sem volt képes egy stratégiai győzelem elérésére. De ugye nem csak Amerika készül elnökválasztásra, hanem Oroszország is. Ennek ugye megvan már a hivatalos időpontja, az 2024. március 17-e. Vlagyimir Putyin még nem jelentette be az indulását. Persze, hát hogy mondjam, ő az abszolút esélyes, ha indul, nyer, mennyivel, amennyivel akarja. Tehát ez nem kétséges. Nyilvánvalóan indulni akar, nem akarja átadni a hatalmat, 71 éves.
Ő most egy rendkívül aktív államfő Oroszországban. Az elmúlt napokban elment és tárgyal többek közt a szaudi koronaherceggel, aki gyakorlatilag miniszterelnök. Az Egyesült Arab Emírségek vezetőivel. Tehát rengeteg dologról tárgyalt, benne a gázai kérdés, benne a kőolaj és földgáz világpiacára. Tehát az orosz diplomácia aktív, és Putyin kihasználta azt, hogy utazik. Zárójelbe jegyzem meg, egy katonai gép kísérte, hogyha bármi probléma lenne a katonai gép közbeavatkozna, semmilyen probléma nem volt. Konkrétan egy Su-35S vadászgépe kísérletében. Ez egyik legjobb a világon, persze, természetes. Ők is tudták, hogy nem lesz támadás, de a látszatot meg kell védeni, úgy kell csinálni, hogy bármi történhet, egyébként a politikában és az életben tényleg bármikor bármi történhet. Ez a vadászgép arra jó volt, hogy Putyin nyugodtan utazhatott, ha bármi történne, a gép közbeavatkozott volna, semmi nem történt. De egyébként az iráni elnök is Moszkvában járt, ahol Vlagyimir Putyinnal tárgyalt, miről volt szó? Rengeteg dologról. Egy, orosz-ukrán háború. Kettő, iráni további fegyvereladások Oroszországnak. Három, orosz kompenzációk. Négy, Gáza. Azért annyit látni kell, hogy Irán kőkeményen támogatja az ott résztvevő két legfontosabb palesztin mozgalmat, a gázai övezetbe a Hamaszt, a libanoni határon a Hezbollahot. Rendkívül érdekes, egyik szervezet síita, másik szunita. Irán síita, ebben a kérdésben a politika meghatározó, és nem a vallási kötődés. Mit mondanak az amerikaiak? Oda küldtek repülőgéphordozókat, lánykori neve repülőgép anyahajó, hogyha Irán közbeavatkozik, az USA is közbeavatkozik. Iránnak eszágában sincs közbeavatkozni, de a jemeni huszikon keresztül azért ezt megcsinálja. Következő. Jelenleg a háború Izrael egyetlen pontján, a déli határnál, Gázánál folyik. Célszerű az, hogy északon bármilyen katonai nagyobb akcióra sor kerüljön. Ezeket tárgyaltak meg egymással, nyilvánvalóan eredményeket néhány nap múlva a politikai folyamatokban látni fogjuk. Hogyan látja Vlagyimir Putyint a nemzetközi politikában? Azért is kérdezem, mert meghívták a BRICS tagállamok braziliai csúcs találkozójára, ahol még egyelőre nem kapott garanciát arra, hogy a nemzetközi büntetőbíróság körözés alapján nem fogják őt letartóztatni, de azért én ezt nem tudom elképzelni, hogy egyrészt Vlagyimir Putyint, hogy olyan helyre utazzon, ahol ennek akár csak 1% esélye van. Én sem tudom elképzelni. Másrészt meg, hogy olyan államot, amely ezt megteszi. Annyit látni kell, hogy Brazíliában egy államfőváltozás volt, és emiatt a politika változása jött be. Lula visszakerült a hatalomba, és a korábbi vezető Bolsonaro választásokat elvesztette. Nyilvánvalóan Lula máshogy áll Putyinhoz. Nyilvánvaló, ha garanciákat ad, akkor lehetséges újrafeltételes mód Putyin útja. Ha nem adja meg ezeket a garanciákat, akkor Putyin nem megy, maximum videokonferencia keretében vesz részt, de nyilvánvalóan Brazília is rendkívül óvatos. Brazília számára az orosz kapcsolatok úgy fontosak, az amerikai kapcsolatok is fontosak. Tehát most a brazil államfő feladata, hogy hogy lehet úgy egyensúlyozni, hogy mindkét nagyhatalommal a kapcsolatokat jól meg tudja tartani, ez lesz a brazil diplomácia egyik fő feladata. De igazából az számomra a kérdés még ebben a dologban, hogy én nem tudom elképzelni, hogy Vlagyimir Putyin lenne olyan vezető a világon, aki az orosz elnököt letartóztatja a Nemzetközi Büntetőbíróság végzése alapján. A válaszom az, önnek tökéletesen igaza van, de erre azért sem kerülhet sor, mert a diplomácia, a titkos szolgálatok előre le fogják egyeztetni, hogyha erre elvi esély van, akkor Putyin nem megy, mert ezt az elvi esélyt nem adja meg. Tehát nyilván le lesz egyeztetve, és a végeredményt fogja a világ látni, hogy Putyin utazik vagy nem utazik. Ha nem utazik, csinál-e videokonferenciát, igen vagy nem. De nem csak Vlagyimir Putyint, hanem Benjamin Netanyahut is nemzetközi bíróság elé akarja állítani, Recep Tayyip Erdogan. Miért? Rendkívül érdekes a török koncepció. A törökök a térség meghatározó középhatalma. A törökök a NATO legutolsó keleti országa. A török hadsereg ma Európa egyik legnagyobb létszámú hadsereg. A minőség már egy kicsit más kérdés. Mit mond Erdogan, hogy mindaz, amit Izrael csinál most a gázai övezetben, az népirtás? Ki ezért a felelős? Izrael egyes számú vezetője, a valós hatalom birtokosa, a miniszterelnök Netanyahu. Mit mond Erdogan? Ahogy Miloseviset annak idején bíróság elé állították, zárójel Milosevic elvesztette egy háború, tehát más volt az alaphelyzet, most állítsák bíróság elé Netanyahut. Erdogan tökéletesen tudja, hogy ez lehetetlen, de ezt mondani népszerű Törökországba, plusz Erdogan megtette azt, amit évtizedek óta
senki, török egyes számú vezetőként átment az elmúlt napokba és tárgyalt idézőjelbe az ősellenség Görögországgal. Tehát Erdogan is próbál nyitni feltételeket szab a svéd csatlakozáshoz. Érdekes módon a feltételek nem a svédeken múlnak, hanem az amerikaiakon, hogy odaadják az F-16-os meghatározott típusait Törökországnak. Rendkívül érdekes, az USA két oldalú védelmi szerződést kötött az elmúlt két napban a svédekkel. Próbálják ellensúlyozni Erdogan politikáját, de Erdogan látványpolitikát folytat. Ez a látványpolitika azt mondja, hogy Netanyahu állítsák bíróság elé. Tökéletesen tudja, hogy ebből semmi nem lesz, de ez az ő belső népszerűségét növeli. Azoknak, akik azt gondolták, hogy túlságosan közel kerül egymáshoz Izrael és Szaúd-Arábia, Izrael és Törökország például a térségben, és ezt nem nézték jó szemmel, azok most tulajdonképpen örülnek ennek a helyzetnek? A kérdés elég összetett. Izrael és Törökország jó ideje szembe került egymással, a korábbi izraeli-török baráti viszonynak vége, Szaúd-Arábia. A szaudi vezetés új koncepciót folytat. Ez azt jelenti, hogy a korábbi amerikai elnök tervei szerint sor került Izrael és néhány arab ország közt tárgyalásokra, sor került békeszerződésre Jordániával, Egyiptomban. Jordánia ezt a békeszerződést most gyakorlatilag valóságba fölmondta. Szaúd-Arábia pedig azt mondja, hogy számára az izraeli kapcsolatok fontosak, de kibékült időközben az ős ellenség Iránnal, a perzsa-arab-öböl túloldalán, és azt mondja, hogy amíg a háború tart, addig Szaúd-Arábia nem folytat különleges tárgyalásokat Izraellel, de hozzáteszik, a háború vége után igen. Tehát itt tartunk most, minden jegelődött, semmi nem ért véget. A korábbi szerződések folytatódnak, de amíg a háború tart, addig nem. Na most annyit látni kell, hogy Izrael mögött áll, a legfontosabb szövetséges az USA, de az USA kőkeményen bírálja Izraelt. Jó pár olyan izraeli elképzelés van, amivel nem ért egyet. Ön felsorolta, hány ember sebesült és halt meg, én kiegészítem. 7100 gyerek halt meg eddig palesztin részről. 6700 az eltűntek száma, ezek óriási számok. Mit mond Izrael? A háború vége után tegnap bejelentette újra Netanyahu, ellenőrizni akarja a gázai térség biztonságát. Azonnali amerikai válasz jött, hogy nem. Az egész muzulmán világ azt mondja, hogy nem, de itt a kulcskérdés az USA. Amerika azt mondja, hogy legyen sokkal óvatosabb Izrael a háborúba, hiszen rengeteg ténylegesen ártatlan palesztin civil hal meg. Tehát látszanak a törésvonalak, de látszik, hogy ettől még a két fél stratégiai szövetséges volt, van és marad. Mennyire rengetheti meg mondjuk Benjamin Netanyahu-nak a székét? Az, hogy nem feltétlenül ért egyet minden háborús kérdésben ugye az Amerikai Egyesült Államokkal, illetve hogy ez a konfliktus kitört? Gyakorlatilag annyit látni kell, hogy Netanyahu széke inog, annyit látni kell, hogy ma egy koalíciós kormányt hozott létre, amiben a legnagyobb ellenzéki párt alapít vezette, tömörülés nincs benne, annyit látni kell, hogy Netanyahu személyes felelősségét azt mondta, a háború után lehet vizsgálni, ez számomra azt jelenti, hogy ő egy háborús győzelmet akar ahhoz, hogy az ő szerepe újra pozitív legyen, de annyit látni kell, hogy az USA-ba elnökválasztás jön novemberben, és nyilvánvalóan egy amerikai elnök személye sok mindent meghatároz, többek között az USA a közel-kelet politikáját is. Jelenleg a személyes kapcsolat Biden és Netanyahu közt nem jó. Ki garantálhatja, említette, hogy Izrael biztonság, gázai övezet biztonságát Izrael garantálja, és ezt ellenzi még az Egyesült Államok is. De ki garantálhatja a gázai övezet biztonságát, és mondjuk Cisjordánia biztonságát? Én úgy gondolom, hogy a mai elképzelése a világnak az, hogy két állami megoldás kell. Hát ha lenne hosszabb időnk, akkor bele lehetne menni, hogy a két állami megoldásban mi a zseniális, és mi az, ami szörnyű nehéz. Mondok egy pontot. Cisjordánia és Gáza közt egy rendkívül komoly, hosszú izraeli terület van. Hogy akarja a két terület egymás közti kapcsolatát garantálni a létrejövő állam? Kettő. Ki lenne a vezetője? Abbas. Abbas 80-valány éves, öreg, beteg, és a politikai súlya minimális. Három. Mi lesz Jeruzsálem státusza? Abbas és a palesztinok azt mondják, hogy Kelet-Jeruzsálem lesz a főváros. De azt jelenti, hogy ez az állam három részből áll. Ez egy nagyon nehéz dolog. Következő. Izrael tegnap hozott olyan döntést, hogy 1700 valány lakást fölépít ezen a területen, jelentős részét Kelet-Jeruzsálembe. Óriási arab tiltakozás lesz, mert ettől kezdve Kelet-Jeruzsálem arab státusza újra megváltozik. Tehát rengeteg a kérdőjel. Gáza egy kérdés a rengeteg számos kérdés közül. Legalább ilyen fontos, hogy Cisjordánia
Gázában mi lesz, ahol együtt élnek arabok és zsidók? Következő. Az USA bejelentette, és erre nem volt példa, hogy azok a zsidó telepesek Ciszordániában, akik a palesztinokkal szembe fölléptek, nem utazhatnak be az USA-ba. Az izraeli védelmi miniszter bejelentette tegnap, hogy föl kell lépni a szélsőséges izraeli zsidó telepesekkel szemben, akik kegyetlenkednek a palesztinokkal. Következő. A német külügyminiszter Baerbock tegnap bejelentette, hogy ezek a palesztinokkal kegyetlenkedő zsidók Németországba sem utazhatnak be. Tehát látszik az, hogy megint minden csap folyós. Na most rendkívül nehéz kiszűrni azt, hogy tessék mondani név szerint ki az, aki beutazhat a mondjuk Európai Unióba, ki az, aki nem. De látszik az, amit én hónapok óta mondok. Izrael minden háborúját megnyerte. Izrael minden békéjét elveszítette. Minél tovább tart a háború, annál kevesebb lesz a szimpátia a világban Izraellel szemben, mert annyi a palesztin halott sebesült bele, a gyerekeket és eltűnteket is. Nógrádi Györgynek köszönjük szépen. Én köszönöm szépen. Lehetne még erről sokat beszélni, és fogunk is, de most egy pár perc szünetet tartunk. Azzal folytatjuk, hogy az amerikai szenátus republikánus szenátorai blokkolták az Izrael és Ukrajna számára Joe Biden által kért további források folyósítását. Magyarics Tamás USA szakértő érkezik majd hozzánk a szünet után. Tartsanak velünk. És ez továbbra is a napindító. Köszöntjük itt a stúdióban Magyarics Tamás, Amerika szakértőt. Jó reggelt kívánok! Köszönjük szépen, hogy itt van velünk. Folytatjuk műsorunkat Gannerban a külpolitikai szerkesztő kollégámmal együtt. Hogy a Hunter Biden ellen ismét vádemelésnek a nem az esete, hanem a konkrét döntés ugye felmerült, ez egy ma reggeli hír. De kezdjük talán azzal, hogy az amerikai szenátus republikánus szenátorai blokkolták az Izrael és Ukrajna számára a Joe Biden által kért további források folyósítását. Nagyon érdekes, hiszen Amerika választásra készül, elnök választásra készül, és azért Joe Biden megítélésében is nagyon sokat számíthat, hogy milyen döntéseket hoz a különböző háborúkkal kapcsolatban, de természetesen a republikánusok szempontjából is fontos lehet. Igen, természetesen, hát szokták mondani, hogy minden külpolitika az egybe belpolitika is, és viszont bizonyos szempontból. Az amerikai belpolitikában nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy jövőre választások lesznek, és hát a helyezkedés már megtörtént, vagy megtörténik most jelen pillanatban. Az ukrajnai és az izraeli háborúval kapcsolatban eléggé megosztott az amerikai közvélemény különben. Nagyjából 45% az amerikaiaknak úgy gondolja, hogy az kormányzat túl sokat költ az ukrajnai háborúra, és hát ennek megfelelően azért a politikusok is megpróbálják a választóknak a akaratát, vagy mondjuk az álláspontját figyelembe venni, amikor kialakítják a saját véleményt. Ezen kívül nagyon érdekes olyan szempontból az egész helyzet, hogy az ukrajnai és főleg az izraeli kérdéssel kapcsolatban a republikánus jobboldal bizonyos mértékben összeér a demokrata baloldallal. Tehát a demokrata baloldalon találhattok meg Bernie Sanders vagy Rashida Tlaib, az egyetlen palesztin-amerikai képviselőnő, aki tehát természetesen rendkívül mértékben elítéli az izraeli beavatkozást, többek között a gázai övezetben történteket, és többek között, hogyha már Bernie Sanders-t említettem, Bernie Sanders olyan javaslatot akar benyújtani több szenátori egyetembe, amely az amerikai támogatást attól tenni függővé, hogy az izraeliek fölhagynak a bombázással, a település támogatással, és az izraelik visszaengedik a palesztinokat Gázába, ami hát nem fog megtörténni, de minden esetre ez az egyik oldal. A másik oldal, a republikáns jobb oldal pedig többek között mondjuk a trumpi vonal, de most legutoljára 4 talpon maradt republikánus jelölt Trump mellett. Egy vitát tartott múlt héten, nem nagyon került az érdeklődés homlok terébe, mert Trump anélkül, hogy indulna ezeken a vitákon, 30-40 ponttal vezet előttük, de az egyikük Vivek Ramaswamy azt mondta Ukrajnával kapcsolatban, hogy hát a Ukrajnában elég sok pénzt tűnik el, a republikánusokkal szeretnék, hogyha ezeknek a pénzeknek a nyomára akadnának az amerikaiak, ez különben már a 2022-es kongresszusi választások is felhozták a republikánusok, hogy nem átlátható a pénznek az elköltése, illetve Mike Johnson, a képviselje az új republikáns elnöke, azt
mondta, hogy a Biden adminisztráció nem nyújtott be sem olyan javaslatot, ami afele irányulna, vagy azt célozná, hogy hogyan képzeli el az ukrajnai rendezést. Tehát az, hogy Oroszországot le kell győzni, ez nem egy opció nyilvánvalóan. Valamilyen konkrétabb terv kellene, de ez eddig nem történt meg. Reagálnak egyébként a republikánusok arra, hogy esetleg változik Amerikában a lakosság preferenciája az ukrán háború támogatásával kapcsolatban? Igen, ez általában csökkenő tendenciát mutat. Tehát amikor elkezdődött az ukrán háború, 22. februárban, akkor sokkal nagyobb volt a támogatás, de azóta azért ennek a támogatásnak a mértéke csökkent. Tehát most sem pillanatban, főleg a republikánusoknál eléggé sokan szkeptikusak azt illetően, hogy az első támok megfelelő politikát folytatta Ukrajnában, és sok úgy gondolják, hogy azt a pénzt, amit Ukrajnába elkölt az első támok, másra is el lehetne költeni. Ugye Magyarország is ismerjük ezeket a megjegyzéseket a lélegeztetőgéppel. Az amerikai lélegeztetőgép az főleg a déli határ, illetve különböző jóléti kiadások. Tehát a republikánusok össze szeretnék kötni a támogatást azzal, hogy a Biden adminisztráció a déli határon megpróbálja megállítani az illegális bevándorlásnak, nem teljes mértékben természetesen annak a mértékét. Na most a Biden adminisztráció úgymond kicsit ügyesen 106 milliárd dolláros csomagot nyújtott be, az úgynevezett saláta törvény, amiben sok minden benne van, közt a Ukrajna támogatása, Izrael támogatása, a némi afrikai segély, némi déli határ menti mondjuk védelemnek, vagy a határ megerősítések bizonyos mértékű terve. De az igazság az, hogy a republikánusokkal szeretnék, hogyha sokkal nagyobb mértékben törődne a Biden adminisztráció saját ország biztonságával, mint Ukrajna biztonságával. A demokraták és az adminisztráció elsősorban azzal foglalkozik, hogy megpróbálja minél mondjuk nagyobb jelentő, megpróbál minél nagyobb jelentőséget tulajdonítani az ukrán háborúnak, és elsősorban ilyen globális küzdelemnek tünteti föl a demokráciák és az autokráciák között, és azzal riogatják az amerikaiakat, hogyha Putyint nem állítják meg most, akkor legközelebb befoglalja Kijevet, és mondjuk egy pár héten belül már az Atlanti óceán partjain fog járni, ami hát nyilvánvalóan teljes nonsens, de hát gyakorlatilag megpróbálják ezzel a végletes retorikával rávenni az adminisztráció, mármint az amerikaiak, a republikánusokat, hogy beleegyezzenek abba, hogy Ukrajnának meg egy elég jelentős 60 milliárdos költségvetési támogatást adjanak. Indulhat-e Joe Biden ismét az amerikai elnök választáson? Ugye nagyon sok olyan hírt és videót láttunk vele kapcsolatban, hogy nem feltétlenül ura a helyzetnek sok esetben, amikor akár felszólalásról van szó, vagy akár országoknak a behatárolásról, hogy mégis melyik ország hol lehet. Illetve hogy ezek a vádemelési ügyek, ami a családját érinti, illetve nyilvánvalóan az ukrán háború és az izraeli háborúval kapcsolatos döntései, tehát mennyire befolyásolhatják az ő megítélését? Hát jelen pillanatban a felmérések szerint Biden kikapna a Trumptól is, Nikki Haley-től is, és DeSantis-tól is. Tehát Trump és Biden között 2,1%-nyi különbség van, érdekes módon Nikki Haley és Biden között 4-5%-os, de DeSantis is 1-2% ponttal Biden előtt áll. Most a kérdés az, hogy indul-e? Hát ilyen pillanatban, hogyha az emberek sok pénz ellen, akar arra tenni, hogy indul. Ugyanis a demokraták kezdenek kifogyni az időből, hogy valaki mást indítsanak. Tehát egyrészt az amerikai rendszer, politikai rendszer az eléggé különleges olyan szempontból, hogyha valaki elnök előtt szeretne lenni, akkor már egyes tagállamokban a novemberben, más tagállamokban már decemberben le kell adni a papírokat. Néhány államból már kifutott
futottak a demokraták, néhányából ki fognak futni. Másodszor pedig politikák nyilvánvalóan az, hogy lecserélik az elnökjelöltet, vagy a potenciális elnökjelöltet. Egy-két hónap a választása köt azt sugallja, hogy elég nagy bajban van a párt. Nagyon érdekes megjegyzést tett különben Biden múlt héten. Azt mondta, hogy hogyha Trump nem indulna, akkor ő se indulna talán. Tehát a demokraták úgy gondolják, hogy Bidennek van a zsebébe az a mágikus mondjuk fegyver, amivel le tudja győzni Biden, Trumpot, egyszer már legyőzte, és attól tartanak, hogyha most valaki mást indítanak, akkor az kevésbé lenne esélyes Trumppal szemben. Tehát a Trump és Biden majdnem, hogy egymást feltételezi. Érdekes módon a Fox News rendezett egy vitát két fiatalabb, feltörekvő, hát úgymond csillaggal, az egyik Gavin Newsom, a kaliforniai kormányzó, a másik pedig Ron DeSantis volt. Érdekes, hogy igen, a floridai kormányzó, és érdekes, hogy őket emlegetik potenciálisan a következő 2028-as elnökválasztásra alkalmas jelölteknek, és érdekes, ilyet nem szoktak csinálni, hogy két olyan politikusnak rendeznek egy ilyen vitát, akik hivatalosan nem indulnak, illetve hát viszont is indul, de hát ilyen például eléggé rosszul áll. Tehát van olyan hely, ahol Nikki Haley megelőzi DeSantist, és sokan úgy gondolják, hogy DeSantis akkor járna jó, hogyha most nem égetné meg magát, hanem minél előbb kiszállna, kívánná 2028-at, és akkor indulna, akkor jobb esélye lenne talán. Beszéljünk egy kicsit Hunter Bidenról is, ugye friss hír volt ma reggel, hogy Hunter Biden ellen másodszor is vádat emeltek, Joe Biden fiáról van szó, 1,4 millió dolláros adócsalási ügy miatt. Mi történik most a demokrata oldalon, ugye a republikánus oldalon Donald Trumpot több esetben is megvádolták, akár nála is van pénzügyi kérdés is, meg választási csalás is, meg mindenféle más. Most fókuszba került a demokrata oldal is? Hát nyilvánvalóan a republikánusokkal szeretnék, hogyha a republikánusok, a demokratákra is hát ez a fajta sárra ragadna, és hát az igazság az, hogy azért a Biden család sem az a grálovagok gyülekezete, tehát ott eléggé sok érdekes pénzügyi tranzakció történt, sokat emlegetünk, közismert ez a Burisma ügy, de románoktól kaptak, ukránoktól, oroszoktól, kínaiaktól kaptak pénzeket. A kínai partnerük azt mondta, hogy hát évekig telik, mire felgöngyölítenék az ügyet, mert annyi közvetítőn keresztül került a Biden családhoz a pénz. Nyilvánvalóan azért az okos ügyvédek megmondták, hogy ne közvetően nekik utalják a pénzeket. Tehát egyrészt az, hogy ezek befolyást akartak-e szerezni, vagy nem. Joe Biden maga tagadja, hogy bármilyen része lett volna ezekbe a pénzügyi tranzakciókba, azt mondja, hogy hát ez Hunter Bidennek az ügye volt, de azért érdekes módon ő, mint alelnök még annak idején volt olyan, hogy a Fehérházba vacsorázott néhányal ezek közül a pénzemberek közül, és hát nagyon valószínűtlen, hogy ott a vacsora közben kizárólag az időjárásról beszélgettek, tehát azért Bidennek az érintettsége is közvetlenül vagy közvetetten kimutatható, és hát nyilvánvaló, hogy itt az a második vádemelés arra irányul, hogy nem fizette be az adókat ezek után, a pénzek után Biden, Hunter Biden. Az első az fegyver viseléssel kapcsolatos visszaélés volt, kokainozott és eltiltották a fegyver viselést, és ennek ennél mégis volt. Nyilvánvalóan szeretnének muníciót találni a republikánusok arra, hogy az elnökválasztás alatt rá tudjak mutatni arra, hogy hát a Biden család sem jobb Deák névásznánál. Sajnos az amerikai politikában az utóbbi időben inkább a negatív kampány az, ami dominál, és nem pedig a pozitív. Magyar is Tamásnak nagyon szépen köszönjük, folytatjuk, mert lesz még miről beszélni ezzel kapcsolatban. Most pedig kapcsoljuk Dunda Györgyöt Kárpátaljáról, ugyanis a toborzó tisztek egy meglepő kárpátaljai üdülőhelyen csaptak le. Videó is van, hogyha jól tudom. Jó reggelt kívánok, szervusz Gyuri! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Igen, tovább tart Kárpátalján a mozgósításnak ezen formája, amikor a toborzó irodák munkatársai fegyveres kísérlet mellett
edzőtermekbe, vagy éppen üdülőhelyeket keresnek fel. Ugye pont a minap szóltam arról, hogy Ungváron az egyik edzőteremben látogattak el. Azóta ezt megtették Munkácson és Huszton is itt Kárpátalján. Most pedig tegnapi friss hír, hogy Mezőkaszonban, a Belegvidéken, ez az egyik legismertebb, legkedveltebb kárpátai üdülőhely, ez egy termálfürdő, jobbára nem is annyira kárpátai vendégek pihennek itt, mint belső ukrajnai turisták, mert európai mértékkel számítva is ez egy drága üdülőhely, és hát a videón is látjuk, hogy fegyveresek egyenruhában jelennek meg, és nyilván a hatköteles korú férfiakat keresték itt is, és nagyon sokan szóvá tették, itt Kárpátalja tőszomszédságában van egy nagyon, egy síparadicsom, Bukovel a neve, ez a legismertebb Ukrajnában, itt elképesztő árakon lehet csak szállodai szobákhoz jutni, mi egymást, tehát gyakorlatilag az ország leggazdagabb emberei pihennek itt, főleg télen az ünnepek közelettével, és nagyon sokan hétköznapi emberek szóvá tették, hogy az utcán, a piacokon, a munkahelyeken, a tömegközlekedési járműveken, mindenhol vadásznak a férfiakra, miért nem mennek ilyen elit helyekre a toborzóiroda munkatársai, és miért nem a lakosság elit köreiből próbálnak toborozni, hát a videók alapján most hát egy-két helyen már feltűnnek a toborzóiroda munkatársai. Ugyanakkor nem csak így személyesen mennek a toborzóiroda munkatársai, hanem e-mailben is értesítéseket küldenek arról, hogy valakit behívnak, és 48 órán belül ennek a behívottnak meg is kell jelenni a toborzóirodán. Ez pontosan hogyan néz ki, milyen sürgősségi e-mailek érkeznek, hogyan tudják garantálni mondjuk Ukrajnában azt, hogy el is éri azt az embert, mert az e-mailekről azért azt tudjuk, hogy hát vagy elolvassák, vagy nem olvassák el, viszont ha postai úton küldenek ki mondjuk, és át kell venni egy küldeményt, akkor ugye annak biztos, hogy megkapja a cínzet, ha egyszer már átvette. Igen, a BBC ukrajnai kiadása foglalkozott ezzel a témával, hozzájutottak ahhoz a törvénytervezet szövegéhez, ami ezt a kérdést fogja rendezni, és már most decemberben napokon belül akár elfogadhatják, és ebben szerepel az a pont, hogy ezentúl e-mailben vagy ajánlott postai küldeményben is kiküldhetik a behívólevelet, a mozgósításról szóló felszólító dokumentumot, ami után, aki készhez kapja, 48 órán belül valóban meg kell jelennie a hozzá legközelebb eső toborzóirodába, amennyiben nem, akkor pénzbüntetésre számíthat, ha kétszer vagy háromszor megtagadja az ilyen felszólítást, akár akkor börtönbüntetésre is ítélhetik, illetve kényszerintézkedéseket is foganatosíthatnak vele szemben. Viszont az e-mail kiküldéssel kapcsolatban valóban van egy nagyon súlyos probléma, és pedig sokan fölteszik a kérdést, de mégis a hatóságok honnan tudják, honnan tudhatják a katonaköteles férfiak e-mail címeit. És ez azért érdekes, mert Ukrajnában is van egy GIA nevű kormányzati elektronikus portál, ez leginkább a magyarországi elektronikus kormányablak ügyintézéshez hasonlítható, és ennek a regisztrációja esetén mindenkinek meg kell adni egy érvényes levelezési címet, egy elektronikus levelezési címet, és ez azért érdekes, mert ez egy kormányzati találmány gyakorlatilag, és korábban azt ígérték, hogy ennek a GIA-nak, ennek az elektronikus portálnak biztos, hogy ezen keresztül senkit nem fognak mozgósítani, ide katonai behívót ennek felhasználásával nem fognak kiküldeni, ígérte személyesen a miniszterelnök helyettes. Most viszont azt látjuk, hogy a katonai nyilvántartásoknak mégis átadják sok-sok millió hatköteles korú ukrán férfinak a személyes adatait, beleértve az e-mail címét, hát ami adatvédelmi kérdések sokaságát veti fel, de ugyanakkor ez az egész kérdéskör, az egész sorozat kapcsolatos téma is azt jelzi, hogy fogyóban, nagyon fogyóban van Ukrajnában az élőerő. Naponta panaszkodnak erre katonai vezetők, politikai funkcionáriusok, hogy Ukrajna, ha tovább akarja folytatni ezt a szörnyű, véres, pusztító háborút, akkor kénytelen teljes körű mozgósításhoz folyamodni, és az előbb már említett törvénytervezetben az is szerepel, hogy például a jelenleg még felmentést élvező kategóriákat is csökkentenék, szűkítenék, és a legnagyobb kérdés
kérdés, ami a társadalmi rétegekben megfogalmazódik, és egyre inkább a közbeszéd része lesz, hogy meddig és milyen áldozatokat tud az ukrán nép, az ukrán nemzet hozni ebben a pusztító és felörlő háborúban, és meddig érdemes elmenni például a 91-es határok, ami ugye politikai deklarált cél, ez mennyire életszerű a mai megváltozott körülményekben, és mennyit bír el Ukrajna ebben a tekintetben. És onnan is látszik, hogy nagyon nagy a baj Ukrajnában, és a külföldi pénzeknek a hiteladományok is egyre inkább csökkennek, de gyakorlatilag a közalkalmazotti fizetéseknek is, nem tudom, hogy a közalkalmazotti fizetések hogyan alakulhatnak, de akár lehet, hogy nem tud fizetni Ukrajna ugye a közalkalmazottaknak, hiszen egyre inkább csökken a külföldi támogatottság. Igen, ez így van, erről a parlament költségvetési bizottságának a vezetője beszélt éppen tegnap, és kijelentette, hogy amennyiben valóban megszűnik a nyugati finanszírozás, hiszen ugye friss hír, hogy Washington továbbra sem képes pénzt adni az ukrajnai háború finanszírozására, akkor ebben az esetben januártól veszélybe kerülnek a szociális kifizetések, veszélybe kerülhetnek a nyugdíjak, a közalkalmazottak bérezése, és hát Ukrajnának havonta legalább 4 milliárd dollár összegben van szüksége külföldi segélyekre, és hát ugye az Egyesült Államokban hangzott el most a napokban, hogy amennyiben az USA nem ad pénzt Ukrajnának, akkor nehezen várható el akár az Európai Unió részéről, hogy folytassa Ukrajna finanszírozását, ugye jövő héten erre is választ kapunk, viszont amennyiben a legrosszabb forgatókönyv érvényesül Washington után Brüsszelben is, úgy Ukrajnában januártól nagyon nehéz idők várnak. Már most is augusztustól októberig számítva megvizsgálták, és 90%-kal esett a támogatás az előző év azonos időszakához képest. Az előző 3 hónapban alig 2 milliárd dollár érkezett külföldről, és Ukrajna 42 fő donorállama közül az elmúlt 3 hónapban csupán 20 ország adakozott Ukrajna javára, ami hát jól jelzi azt, hogy egyre nehézkesebb, egyre nehezebb a finanszírozás, ami nem csak az ukrajnai háborút, hanem Ukrajna teljes működését veszélyezteti. Gyuri, nagyon szépen köszönjük neked, hogy ma is itt voltál velünk. Barna, neked köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm a műsorban. Jöjjön a napkérdése, tudják, mindig kérdezünk önöktől, ez ma sem lesz másképp. Következő a napkérdése, lenne pénze a baloldalnak az állami számvevőszékbírság kifizetésére? Képernyőn láthatják a kérdést, mondom a telefonszámot 06 33 44 46 90. A hírtelevíziós applikációban tudnak szavazni, az interneten tudnak szavazni, és SMS-ben várjuk a szavazatokat, tehát lenne a pénze a baloldalnak az állami számvevőszékbírság kifizetésére? Igen vagy nem, 06 33 44 46 90. A paláverig tudnak szavazni, és eredményt pedig a paláverben fogunk majd hirdetni.